94-ben mentem ki Németországba, 99-ben jöttem haza, és akkor kezdődött végül is az a vállalkozói pályafutásom Tolnán. Első körben egy zöldségboltot vettem át, mert nem én nyitottam, hanem így vettem át, és abban kezdtem el végül is a vállalkozói pályafutásomat Tolnán. Nyilván közben az élelmiszerboltokat is rendezgettem, de főként a zöldség-gyümölcskereskedelem volt a fő profil, és elkezdtünk 2008-ba, 2009-be építkezni és terjeszkedni a vidéki községekbe kezdtünk el kimenni. A CBA-ban már lassan azt hiszem olyan, hát 20 éve tagok vagyunk ebbe a franchise rendszerbe, és azóta töretlenül hát fejlődünk folyamatosan, és nyitjuk a boltokat. 2006-ban nyitottuk a pékségünket, akkor még egy ilyen 400-450 négyzetméteres pékségünk volt, az 14-5 évig működött, és két vagy három éve, pontosan nem tudom, akkor nyitottuk ezt, ahol most ülünk, cukrászdát, ezt egy kicsit később, ez egy olyan 1200 négyzetméteres, egy modern pékséget nyitottunk. A pékséghez hozzátartozik szerintem ez a parkoló, ami itt a főút mellett van, ez is az építkezés, ez teljesen a cégnél az én feladatom, az új építési üzletek, a felújítás, karbantartás, a többi. A vállalkozás orientációja úgy nyilvánul még meg, hogy otthon is azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy első a család, utána jön a vállalkozás. Két gyermekünk a cégnél dolgozik, hál' Istennek talán nem lesz az a probléma, ami más nagyobb vállalkozásoknál is, hogy nincs utánpótlás. Nálunk úgy gondolom ez meg lesz. Boldog ez a parkoló, vagy ez a Zebra, vagy mondjuk a helyi sportklub, a kajakklubnak az irányítása. Ez, ami úgy gondolom, kiveszem a részem. Ezt még szegény polgármesterünk Sümegi Zoltán egy olyan több mint 10 éve, szerintem már lassan 15 éve is rám bízta, mert ő volt az elnök a klubnak. Azóta is úgy gondolom, mint főszponzor is egyben, meg elnök is én irányítgatom. Úgy gondolom, hogy vannak mások, akik tesznek ugyanennyit a városért. Nem feltétlenül ezt nekem kellett volna ítélni, de nagyon örömmel fogadom, nagy megtiszteltetés. De nagyon köszönöm, akik rám gondoltak, és örömmel veszem.